Pénteken Óbecsén a belvárosi római katolikus temetőben emlékeztek meg az 1944-45-ös atrocitások ártatlan áldozatairól. Az áldozatok emlékére felállított kopjafánál Molnár Viktor, a Vajdasági Magyar Szövetség községi elnöke mondott beszédet. Tudni kell azt, hogy nagyon sok névtelen személy is van sajnos, akikért nem tudunk pontosan összegyűjteni, de a jövőben ez egy folyamatos munka eredménye fog lenni, és kötelességünknek tartjuk és ápoljuk emléküket, és emlékezünk mindazokra, akiket legtöbbet, magyarokat 44 őszén és 45 telén ártatlanul fogva tartottak és meggyilkoltak. Az áldozatok lelki üdvéért Fúderer László plébános mondott imát, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat a kopjafa lábánál. A megemlékezésen jelen voltak a helyi politikai pártok és civil szervezetek, valamint az önkormányzat képviselői. A bácsföldvári katolikus temetőben szombaton került sor az emlékmű felszenteléssel egybekötött megemlékezésre. A márványból készült emlékművet Somogyi Katalin és férje dr. Somogyi Sándor adományozta. Azért emeltettük a férjemmel ezt az emlékművet, mert engem az emlékek kísértettek. A családomnak nem sokat beszéltem erről, se a gyerekeimnek, se az unokáimnak, de ezeket az emlékeket nem akartam magammal vinni. Úgy gondoltam, hogy itt van az ideje, hogy megosszam ezzel a közösséggel, és ha nekünk nem is voltak áldozataink, együtt éreztünk azokkal, akik tőlünk még jobban megszenvedték ezeket a történéseket. Legyen ez az emlékmű egyrészt az emlékezet őrzője, másrészt pedig a megbocsájtás helye is. Nem szabad gyűlölni egymást. Én azt szeretném, ha itt ezen a helyen nem csak gyászolnák, nem csak a rosszra gondolnák, hanem inkább arra, hogy mindent túl lehet élni. Miután Horváth László bácsföldvári és Paskó Csaba kelebiai plébános felszentelték az emlékművet, a jelenlévők, az áldozatok hozzátartozói, a helyi politikai pártok és civil szervezetek, valamint a helyi önkormányzat képviselői elhelyezték a kegyelet koszorúit az emlékmű talpazatánál.